457. éve zarándokolnak a magyarok és a Kárpát-medencében élők a hármas halomoltárhoz. Ez a magyarság különleges jelképe, és nem csak a szűzanya segítségét kérik, hogy segítse meg az embereket a világban, hanem egyfajta kifejezés is, a ragaszkodás a nemzethez, akár így is lehet fogalmazni. És picit a történetéről: 1567-ben János Zsigmond erdélyi fedelem a katolikus népet erőszakos módon át akarta terelni az unitárius Szent Háromságot tagadó hitre, de az itteni Csík-Gyergyó kászon népe nem hagyta magát, és végül legyőzték a sereget, és ennek emlékére állítanak búcsút minden évben. A témát tovább folytatom Böjte Csaba ferences szerzetessel. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. No hát, az idei mottónk az az, hogy újuljunk meg. Mit jelent ez a magyar ember számára? A búcs az azt jelenti, hogy eljövünk és elvégezzük a szentgyónásunkat, és áldozunk. Tehát igazából belülről, lelkileg. És sajnos mindenkinek van, amit lerakjon ide Mária lábához. Hibáit, bűneit, rossz szokásait. És hát én egész nap szoktam így gyóntatni. Megható, hogy az emberek mekkora őszintességgel fordulnak magukkal szembe, és na, vádolják a bűneiket. Ugye persze ezért emellett van a közös imádság is, szentmisázat, rózsafűzért mondanak, és az a jó, hogy érződik, hogy tényleg felszakadnak ezek a belső sebek, bűnök, könnyebben talpra állunk. Amikor elindult a Boldogasszony zarándok vonat, akkor 700 utassal a fedélzetén indult ide Csíksomjóra, 400-an utaztak fiatalok, és itt is rengeteg fiatallal találkozni. Böjte Csaba atya hogyan értékeli ezt, hogy a fiatalok is érdeklődnek? Hát mindannyiunknak van lelki élete, mindannyiunknak vannak gondjai, problémái, és szükségünk van arra, hogy tényleg az a Szentlélek Úristen kiáradjon, hogy tényleg erőt adjon nekünk ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Tehát, hogy fentről jövő segítség nélkül én azt gondolom, az ember elvegyül a földporába, és a fiatalok is ezt érzik, és eljönnek, és nagyon sok család, egész kompakt család van itt, tehát akik szüleikkel, rokonaikkal, baráti köreikkel jönnek, és van benne egy kicsit csavar is, azért lehet így zarándokolni, gyalogolni. Hát az itt lévő embereknek körülbelül egy harmada, vagy legalább 25%-a gyalog jött ide a környékbeli falvakból, Keresztalján, és azért látszik, az idős olyan kellemes, és mégis itt vagyunk. Mi is korán keltünk, és akkor még szakadt az eső, és Dézsából öntötték, ahogy szokták mondani, és tényleg több száz zarándoklóval találkoztunk. Pünkösd ugye a Szentlélek kiáradásának napja, az egyház születésnap, így is szokták emlegetni. Mit jelent Csaba testvér számára ez az ünnep? Tehát nem vagyunk lakatlan szigetek, nem vagyunk magányos, hogy mondjam, sodródó falevelek. Van egy Isten az égben, aki szeret bennünket, aki megálmodott, aki azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint az én mennyei atyám. És mi elindultunk, egy nagy kaland, napról napra kibontakozni, növekedni. Tehát én 65 éves vagyok, és hát úgy érzem, még a lelki élet elején állok. És ez nagyon izgalmas, nagyon csodálatos dolog, és mindenkit arra biztatok, hogy próbáljon Isten felé fordulni, és rácsodálkozni, hogy jé, még odáig is el lehet jutni, és akkor induljon el. Biztassuk egymást. Én hiszem, hogy a Jóisten nem karba tett kézzel áll, és nézi, hogy mi vergődünk, és azt is hiszem, hogy Isten nem egy utópiát kergettet velünk, tehát, hogy van lehetőségünk jó testvérek lenni, jobbá tenni ezt a világot, egy szebb, emberhez méltóbb környezetet kialakítani. Csaba testvér, az egész Hír Televízió nevében boldog, szép pünkösdi ünnepet kívánunk. Köszönjük szépen! Kedves nézőknek pedig még megosztanék egy személyes történetet, hogy mennyire szeretik az erdélyi magyarok a magyarokat. Tegnap, amikor érkeztünk Csíksomjóba, akkor Hargita megyében egy elakadt defektet kapott egy magyar autós, és náluk nem volt emelő, így nem tudták kicserélni a kereket, viszont a helyiek azt mondták, hogy ugyan emelő náluk sincsen, viszont volt targoncájuk, így az autót pikpakkal levegőbe emelték, kicserélték a kereket, sőt, még utána meg is vendégelték őket. Szerintem ez is azt bizonyítja, hogy mennyire szeretik az anyalországból érkezőket itt a helyiek.